Ág. Hogy mi? Most magamba beszélek, tudod, a videózás az ilyen, Gyöngyi. Én most amúgy videózok, de akár... Ez élőben van. Élő. Nektek élőben, de nekem csak nekünk videó, nekünk élőben tudod. Van. Na, hi. Akkor szevaszt. De ugyanúgy köszönhetek nektek szevasztok, is, nem? Szevasztok, homo sapiensek, köszönhetsz nekünk is. Sziasztok, na, hát erről van szó. Erről sziasztok, van... srácok, kimért Ajda vagyok. Kimért? Kimért Ajda vagyok, sziasztok, szervusztok, szervusztok, most nincsen néző ú emberek is. Mielőtt bárki megkérdezne, hogy miért nincsen, mert nem volt kedvem most facecam elé tenni eme fejet. Csak most ilyen robot van ott? Nem, nincs ott semmi. Tudod, a játék van ott. Hát ez uncsi. Úristen, de uncsi. Fúj. Még Bence is mindjárt jön, csak ő még neki be kell köszönni. Igen, csak Bence, nem, tudjátok... nem akarja úgy, hogy itt vagyunk, mert igen, ő ilyen elitista. Ő nem bírja. Ő egy elit. Ő egy elit ember, és nem... Na és valaki összefoglalná, hogy ez a játék miből áll, mert ugye... Elmondom neked, Gyöngyik, egy gyors tarpalóként, jó? Na, West Hunt gyors tarpaló, by Zsidav. Na, szóval, ennek a játéknak az a lényege, hogy lesznek banditák, és lesznek serifek. A serifeknek el kell kapni a banditákat, a banditáknak pedig meg kell csinálni a különböző taskokat. Viszont a serifek nem tudják, hogy hogy néznek ki a banditák, ezért csak hagyatkozniuk kell a nyomokra. Nyomokat úgy tudnak szerezni, hogyha figyelik az összes NPC-t, akik közé a banditák beleolvadnak, és kapnak közben, minek hívják, leveleket postaládákba, és a postaládákból megkapják azokat az információkat, hogy mikor, mit, hol, mit, milyen feladatot csináltak a banditák. Wow. Ez Gyöngyi? Kérdés? Nem. Kérdés, hogy akkor mindenkinek úgymond titkos a kinézete, tehát nem lehet nem, beállítani. Nem, a serifek látják egymást, és a banditák is látják egymást, viszont a banditák... És a banditák látják a serifeket. Látják a serifeket, igen. Viszont a mindig NPC kinézete van az összes banditának, tehát a serif nem fogja tudni, hogy melyik az NPC, épp ez a lényeg. Nekünk, hogyha te mondjuk bandita vagy, akkor úgy kell csinálnod, mintha egy NPC lennél. You know? Gyöngyi. Mm-hmm. Gyöngyi. Hát én veled nem játszok. Na, ez jól kezdődik, oké. Én veled nem játszok. Na, hát akkor... Jó. Igen, már amúgy csak meg kell válni Bencét, izatolja a képét, és akkor kezdődik. De egyébként Gyöngyi nagyon egyszerű lesz, csak így még az először... Valaki kérdezi, ez ja, az élő? Tényleg, igen. Azt, jó, még, okay, azt még persze. Hozzá szeretném tenni, hogy a serifeknek három darab lövésük van, hogyha mind a hármat ellőtték, és nem találtak... De most már hár, alapból egy van. És egyel játszunk? A három nem vagy sok. Vagy max kettő. Szerintem legyen kettő. Nem? Jó, oké, akkor legyen kettő. Csak a három az olyan bűvös szám, nem? Hát de... Jó. Jó, nem, meg beállítottam, semmi gond. Action, nem... Jó, hát... Ami még a kérdésem, hogy három bandita legyen? Kérdés amúgy, hogy mikor balanszolt abba a játék? Hogyha sok bandita van, mert akkor... Én ezekre nem tudok még válaszolni, mert életemben nem játszottam. Nem tőled kérdeztem, Gyöngyi. Hát ezek nem mondanak semmit, csak némasági fogalmat. Uvú, vevú, ve, ucskú, vevú, ve, oszász! Szerintem egyszerűbb bandita van egyébként. Micsoda? Mármint egyszerűbb? Igen. Szia, Gergő, profi vagy? Vagy ezt most kérdezed? Mikor lesz balanszoltabb a játék? Több seriffel, vagy több banditával? Mondom, több banditával. Szerintem meg több serif. Szerbusztok. Több serif. Szerintem meg több Bence. Szervusz, Bence. Szervusz. Hát itt vagyok. Egy szerbusz. Én azt mondom, készen állok. Mi is készen állunk. Nekem kell valami nyomni, vagy ilyesmi. Nem, a Zséda leszünk serifek. Ketten leszek. De én viszont, nem akartam serifelni. Valaki mondjuk Kinga, ugorjál majd be Gyöngyi elé, hogy legyen sikerélménye a játékban, mert ismerjük, hogy nem fog tetszeni. Ez így kemény lesz. Ajda vagyok, NPC Hunt. Igen. Jó. De és akkor te, Bence, miért nézel ki ilyen kutyának? Hát mert Bence ilyen kutya! Nekem van ilyen Freddie Mercury skin. Várj, igen, betom, ez hogy közlekedik? Kérdik. Nagyon furcsa, de megcsináltad a tutorial, Gyöngyi, azért megcsináltad a tutorial. Nem, Dávid csinálta, meg helyeztem. De ne viccelj már, Gyöngyi, tehát nem egy bonyolult dolog. Jaj, Gyöngyi, nem fog tudni kiadni a serifek a házakból. Olyan lesz, mint Kinga múltkor, emlékszel, rögtön lőtt. Gyöngyi, ne rögtön lőj, ha úgy jól gondolod, hogy... Jól fontold meg. Azt sem tudom, hogy kell lőni, rengeteg dehogy nem. Szöveg jobb klik van. És bal klik. Rengeteg szöveg van, hol? Igen, nekem a jobb oldalon. Azok a feladatok, amiket nekünk meg kell csinálni. Igen, és vannak méltoxok.
Vannak a mailboxok, amiket ki tudtok nyitni. Bence felkészült. Te ez nézd csak könnyű, a térképet bal alul látod azokat a pipákat? Aha, na, ott csinálták meg éppen a dolgokat. Igen, tehát most oda kell menni és keresni, nézni, hogy hol gyanús vannak. Mi tetszik ennyire? Kinga, ez te voltál? Nem. Akkor Dávid, ez te voltál? Nem, azt sem tudom, hogy kell. De tudod, láttátok, hogy együtt csináltuk meg a feladatot, mindegy. Nem, viszont néha-néha kell csinálni. Ezek a jányok nagyon. Jó! Te lelőttél valakit? Azt az eget lelőtte az Irigyéda volt. Te ezt honnan szítad ki, jó uram? 8 másodperce voltál a postboardnál. De hát de nem is voltam ott. Ez a kártya itt, tudtad, hogy én vagyok a postboardnál. Hesinen. De ott volt. Két ember jött el, bekockáztattam 50%. Kinga, te most ellenem beszéltél, jól hallottam? Már mindegy volt. Ajajajaj. Nem kéne mind olvasni. Azt kell mondanod, hogy csalt. Te csaltál. Te már megint le akarsz lőni valakit, Bence? Igen. Pont itt volt mellettem, és nem tudom, hogy most pontosan ki jött el, de... Elég gyanús, igen. Nekem ő gyanús, most, hogyha, így megállt. Előhetem? Most, hogyha cigis küldetés lesz... Cigis küldetés, ott csinálja. A sarokba csinálta. Megy is el az általában, hogyha cigis küldetés van, az nem mindig azt jelenti, hogy az fő misszió. Amúgy. De most mind a ketten ugyanazt a hölgyikét követjük? Akkor... mi lenne, hogyha ezt a holgit követnéd te, és akkor én meg... De ez a holgi szerintem tudja, hogy követem. Nem baj. Akkor Gyöngyi, tényleg fontold meg, hogy Gyöngyi vagy a Kinga ugyanígy kezdte. De hát nem tudom, hogy most mi alapján fontolja meg, mert ha jönnek a... Ha látod, hogy megcsinálunk egy küldetést, utána kapsz egy levelet, nem úgy, hogy random, ha kapsz egy levelet, akkor ő volt az. Aha. Ott kiírja neked, hogyha kinyitjátok a postaládát. A Wellwater. Water, hol a water? Hol a vata? Nem ő lesz, nem őt kövesd. Igen, a vizes ember lesz. A vizes ember. Az az öreg. Mindig a vizes ember. Viszont Kingával nagyon vigyázni kell, hogyha ő a izé, a sheriff majd. Igen. Ő olyanokat csinál, hogy így, vá! A lélegzetvételedből rájön, hogy te vagy. Hány paszkotok van még? Meg sok van, mi? Nem még sok el. Van. Vagy nem? Nagyon gyanús nekem itt ez az ember. De biztos, hogy nem ez. De azért követem. De erre még rá kell éreznem. Hát persze, hát ez az elején nem megy rögtön. Viszont amúgy, srácok, vigyázzatok a notary levelünk, igen. Én nem tudok már vigyázni, ja, engem rögtön az elején megölt. Az mit jelent? Azt kell lent tartani, azért kell melléküldetéseket csinálni. És hogyha megölök egy ártatlant, vége a körnek? Talán két lövésed van, nem? De miért ez olyankor azt jelenti, hogy... Nem tudom, az mit jelent, de igazából az fontos, hogy ne legyen magas. Hey! Hol van a hány lövésünk van? Dávid, hány lövésük van? Kettő. De hogyha eltalálsz egy embert, akkor az nyilván nem számít annak. Ajajajajajaj. Szóval... Hallottam, vagyunk? Hogy valakire fogtad. Igen. Kik vagyunk még? Ki? Mi? Meg tudod nézni, Gyöngyi, itt a taskot, itt a postaládában, amiket megjelentek? Nem. Öt? És mi az, hogy öt? Ja, itt jó. Mi öt? Hát az, hogy öt levelünk is érkezett. Nem nyitjátok ki a leveleket? Hát én nem nyitottam eddig egyet sem. Úristen. Pedig az nagyon fontos. Bon. Na. Hol a bon? Nem is ismerem a térképet. Space-t, ha megnyomod, nem? Istenem. De amúgy igen, írja ott a térképen. Jó, de ezt most úgy mondják, hogy mintha nektek az első jó, nem. Tök jól ment. Nem, én nekem elsőre tök jól ment amúgy. Hát nézem oldalra. Ezt gondoltuk. Gondoltam. Lehet, hogy elsőre tök jól ment neked, de most már halott vagy, nem? Uff, amúgy igen. Bence az megetette. Igen. Bence az megetette fegyvercserével. Ha az ember, akkor úgy egyszerű. Uff. Bence, vettél valami ízét? Hekket? Hát, azt könnyű volt elkapni, de titeket most sokkal nehezebb. Nem tudom most mi van. Azért, mert én vagyok azért, mert felel, akinek fogalma sincs róla. Gyönyi, gyönyi, belejössz. Szekény. Együtt vannak. Szekény. És ha lovat lelőm, az számít. Le lehet lőni lovat? Nem akarom. Leveleket néz nagyon. Itt egy ártatlan ló. Na, elkát. Most nyisd ki a levelet, nyisd ki a levelet. Jó, hol megyek már? Egy ártatlan ló. Aha, poisoning the water. Júj! Asszus. Hol volt a water? Ez bizony meghalt.
Nem ismerem, hol a bot. Oha. De amúgy, hogyha megnézed a térképen, akkor ott jelzi egy kis ideig. Jaj. Lőj le mindenkit, aki... Micsoda? Lőj le. De most miért lőttétek őt le? Szóval lőd le, de érted? Én mindenkit megölök, aki oda megy ahhoz a... Hányat lehetek még? Hát szerintem egyet, nem? Az... Aj, de hát miért hallgattam rád, nézd meg. Azért, mert... De hogy isszák most az emberek? Az a fontos. Köszönöm, hogy ott van, de lehet, hogy... Szerintem megpróbáltad. Ne, inkább ne. King, amúgy olyan csendben vagy. Igen, ilyenkor én, igen, ilyenkor én mindig nagyon koncentrálom. Azért, mert látod, azt írtak ki nekünk elő, mint segítség, hogy most már csak ez az egyik taszkuk, hogy ezt itt meg kell nekik mérgezni, ezt a vizet. Ja. Honnan tudod, aki... pont azt a vizet? Van még miért? Más? Mert ezt mutatja a térképen. Akkor gyere, menjünk fel, és lessünk onnan, ahonnan ők nem látnak. Úgyhogy most... Álljon meg, hölgyem! Meg ne próbálja megmérgezni a vizet! Högi! Vagy lelövöm! Jaj! A hullákon ágdázol. Megállt. Ez egy vadállat nőszami. Jaj. Azért én félnék. Ki lesz, aki megmérgezi a vizet amúgy? Én az indiát nem szeretném lelőni. Én nem ölök indiát, jó? Jaj, de jól tartod rám! Ne! Isten! Jóisten! Te jössz! Ne szórakozz! Én aztán vissza nem. Úristen, megkázolják azokat a holtesteket. De igazából már csak egy lövésetek van, szóval amikor ha az egyikünket le is lövitek, már úgy is meghalt. De várjál, már akkor Bence is meghalt. De amúgy most csináltunk egy feladatot, nem kaptál levelet, Hölgi? De nézd már meg, Hölgi. Mi van, Hölgi? Ott van melletted. Vagy te mit csinálsz? Most hát én már kiestem, Gyöngyi. Húha, ott van Hölgi. Melletted. Jó, oké, okay, ez egy taszkuk van, Gyöngyi. Tehát aki ide jön, azt le kell lőni. De most ment el a nő. Csak egy lövése van már, Bence. Egy lövésed van. Jó, akkor érezd rá, hogy létszek, vajon ő az, vagy nem ő az. Ide, legyünk vázen túl. De azért random ne lőd le! Az, szép volt! Inga, rád éreztem. Jaj, de jó. Oké, okay, most már csak a Gergő. Most várd meg, hogy ide jöjjön ő is. De hát csak egyet tudtam lőni, azt mondom. Vagy leteljen az idő. Azért, mert ugye még amúgy szerelmem, ezt miért csináltad? Azt hittem, hogy nem fog lelőni. Miért ne lőne le? Én a véres szájú. De várj, nem. Én a véres szájú. Ha a végéig itt áll, akkor nem lehet ezt már megcsinálni. Köszönöm szépen, Andris. És most lelőjem? Nem tudom. Gyerünk gyorsan! Ez az! Jaj, de jó, hogy lelőtted, Hölgi! Én semmit nem vettem ki ebből a játékból. Muszáj lett volna oda menni. A replay-re menjen rá mindenki. A replay-re. Hány percetek maradt, hogy mennyi időtök maradt, Gergő? Még vagy 3 perc. Nagyon sok időnk volt. Mi ez a táncs itt? Csak a replay-re mindenki nyomja. Ha elfog, léci, replay-re nyomjatok rá, jó köszön. Jó, rányomtam. Nem csak, mert akkor nem fog működni. Ó, gyerekek, és most ez mi ez? Na, cserélgessünk valamit? Gyöngyi, akarsz outlaw lenni? Nem tudom. Hát de ki kell próbálnod, persze. Ja, okay. Menj át a switch size-ra, menj rá. Egyébként inkább 3 sheriff kéne, szerintem és 2 outlaw. Még valaki jöjjön át sheriffnek, így jó, start. Nem, ez most nagyon ez így nem is engedi elindítani. Mert be kell kapcsolnod, Dávid. Ezt már kitapasztaltuk. Persze, én egyedül legyek, nem az outlaw. Be kell kapcsolni Dávid, hogy engedje az outlaw. Hogy egy szegény át. Csak nyomja! Gyöngyi, lépj át, kérlek! Ne jó, nem jó! Ne! Jó lesz ez így, Dávid, lehozzuk. Azt tudom, mit kell csinálni. Jaj. Jó lesz ez. Na. Istenem. Mit ezek a rólok? Gyöngyi, na. Missziók, meg kell mind csinálni. Mind a hárman másra nézzünk ide, jól nézzünk ide. És melyikre kattintsak rá? Az lesz a legfontosabb, Gyöngyi, hogy mondd, hogy mit csinálsz. Igazából ennyi. Nem mondd. Jöhet a prediction emberek. Mondtam, hogy ez... Amúgy tényleg. Na. Valamelyikünk álljon a postaládáknál mindig. Jaj, én állok, várom. De vagy az? Fel a kezeket. Nem szeretnék elsőre meghalni, olyan rossz. Köszönj, Csörlegics. Hát ez nekem nagyon furcsa. De Gyöngyi, miért onnan kezdte? Furcsa? Ez egy tök egyszerű játék. Nem. Jött még egy... Valaki ezt megnézi? Nézem. Szóval most Kinga sheriff is van, nem? De ilyenkor, hogyha mi itt vagyunk, akkor nem szabad nagyon beszélni, nem? Ott vannak. Gyöngyi, szabad nem beszélni. Nem halljuk. Hát csak, hogy most itt reagálok a történésekre, nem? Ez az ember hát nekem nagyon sus. Reagáljál a történésekre, attól függ, milyen történésekre reagálsz.
fú, de hülyén mozognak. Nem tudom elképzelni, hogy ti nem tudtok így mozogni, vagy ezek az NPC-k mozognak ilyen furán. Na hát biztos az NPC-k azok furák nagyon. Nem? Nekem ez a vörös kabátos úriember nagyon sus. Nekem meg ez a vörös kabátos nő. Hú, ezek a vörös kabátok. Igen, nagyon furcsák. A vörös kabátosokban ne bízzatok. A vörös kabátosokban. Kinga, mit csinálsz, szerelmem? Nézem, megfigyelem. Nézem. Hú, két levél egyszerre. Hogy? Bence, bent vannak ott, ahol te vagy. Igen, igen, de érdekes polon. Lehet, hogy kék kabátos, aki most kisétel, lehet ő az. Hol, lehet. Hol? De az is lehet, hogy nem. De két kék kabátos sétált ki, Bence! Egy kék kabátos, nem mondom. A nő igen. Volt? Ennyi, néha hát csináljál izé küldetéseket is, fehér. Igen, már csak egy van. Nem mi baj, beosztjuk. Mi az a fehér küldetés? Mi az, hogy mi az a fehér küldetés? Hát ilyen fehér pöt jelzi. Oké, okay, azok okay, a mellé okay. Küldetések. De érdekes. A van tip, lehet írni. Milyen jók ezek a karakterek. Miért olyan jó? Ilyen kis kockák amúgy. Poligonosak. Uh-huh. És érdemes figyelni ezeket a jó kis hangokat, amik vannak amúgy. Ez úristen, ez a hang, ez mi? Amikor rágyújt, az a legjobb a puk. Puk. Ilyen satisfying-gal. Uh-huh. Postrád? Aha. Jaj, Istenem. Valószínűleg hátra megy onnan, nem kijön. Én is arra gondoltam, hogy ez inkább hátul fog kisétálni, mint elől. Uh-huh. Meg is fordult. Igen, ott lesz az hátul. Jaj, jaj, jaj. Ez a szakállas. Lőd le. Állj meg, szakállas. Jaj. Isteni. Ez az? Ott is van. Jó, szakállas. Más is szakállasra gondoltál, nem? Nem! De ott volt velem szemben, hogy én szakállam. Igen, ezt felhezített. Jó, már csak én maradtam. Hát az árnyékot megfordult, amikor beszélt. Hol árnyék? Az árnyékból szürted le, hogy én vagyok. Hát ezt nem mondod komolyan. Na tessék. Az árnyékból szürted le. De várjál, akkor kilőtte az Innocentet? Az Kinga volt? Ja? Kinga, de nem tudom miért. Szerintem annyira Kinga. Na de hölgyem. Hölgy. Nem vagy az. Kaptunk tippet, aki furcsán veszi a levegőt. Jó, hát ha a Kingák vagyunk, akkor tudjuk, de... Na, egy öngyi maradt már a csak... városban, azt kire levadászni. Na, csak egy hölgyi van közöttünk. Hát csak lőjük le ezt az indiánt, az készünk a dolgunkra. Ajajaj. Dávid úgyis oltotta őket múltkor. Jó, kösz. Aha, tök jó, hogy kettem. Na, Gyöngyi, segítünk, mondd, hogy mit van. A lényeg, hogy a sárga küldetéseket. Gyöngyi, választottál képességet. Megész nyomozók vagyunk, szerintem. Ilyen képességet. Persze. Különleges képességet. Nyitod. Ott lesz. Annyira láttam, hogy jön veled szembe. Nem, a Gergő, azért mondom, tudtam, mert néztem, hogy csinálja azt a feladatot, és mondom, ha eltelik 30 másodperc, és még jön visz, akkor az ő. Kicsit izgultam, de... Hát most fejeztem be, és elindultam rögtön, szóval... Nem, befejezted, Mindegy, meghaltál! Befejeztem, és rögtön elindultam. Igen, de aztán visszafordultál. Fordultam vissza. Dehogy nem. Tettem egy kört, mondta, nem tudom kezelni. Halott vagy. Hát igazából úgy, hogy hárman voltatok, abból mi ketten voltunk, de én viszont nekem az a második körül. Így jártál, Gyöngyi! Én is megadom, ez a játék, oké. Okay. Amit okay. Gyöngyi megjön, hirtelen a Mónika show lesz, bármit is játszom. Nagyon nehezebb veszíteni. Most én megint serif leszek? Na. De amúgy nem... Most lehet Gyöngyi, más pályát is menni. Amúgy miért Gyöngyinél van? Hát fejedlenség. Tudom, hát én nem tudtam, hogy ez nálam van. Ez miért? Okay. Itt az idő, hogy leszámoljuk. Nem, most izé vagyok. Most Bence, most... Mi vagyunk? Gergővel vagyunk, igen. Igen. Gyerünk, Kinga. Uh-huh. Jaj, ne, Kinga is izé? Van két golyónk. Halkak vagyunk. Hát, jaj, ne. Kingát ne, kérlek. Feljebb veszem, álljatok. Nekem vagy nagyon jól megy, vagy nagyon rosszul. Na, lehet, hogy jobb lesz. Gyere kiskutyus, na majd most. Gyere kiskutyus. Itt is van, már bent volt, itt táncolt valaki. Gondolom hátra ment kifele. Dance. Mm,
most nem akarok lebukni. Mennyi után írja ki, hogy mit csináltunk? Hát ott kell nézni. De nem, talán 20 vagy 30 másodperc volt, srácok. Lehet. Lehet, kösz. Vagy koncentrálok. Igen, itt, ja nem. Lehet. Lehet. Na, hát siratsz itt Indián. Na. Siratod a társaid? Mit? Én ezt most... Amúgy Bence is hirtelen haragú. Igen, nagyon hirtelen haragú. Hát hirtelen lő. Csak hogyha vízmérgezésre van szó, akkor mindenkit tömegsírba lövög. Jézusom. Mi történt? Mi? Tessék! Szia, Kinga, te is itt vagy? Na igen. Olyan jó, vannak a pályán ilyen elrejtett, ilyen, nem is easter egg-ek, hanem ilyen kis hülyességek, ilyen kis érdekességek. Igen. Ez így van. Igen, köszönjük. Már vártam, hogy valaki pozitív megerősítésben részesítsen, de hát úgy látszik, hogy nem érdekelt ez senkit. Na! Gergő, te? Ezt meg tudom nézni. Hol, hol vagyok? Igen, ez a kérdés. A templomnál. Nem szeretnék most első halott lenni. Nagyon próbálkozom, most nagyon beleadok apait, anyait. Úgyhogy inkább tudjátok, hogy túl sokan lenni. Vannak, ez a baj itt most, hogy most belejöttek ők is. Hát én nem. Én meghalok olyan gyorsan, ahogy Redja mondja szerint. Jaj, ez a poros kisváros. Poros kisváros, azt mondja. Ez a toros kisváros. Orvos. Ez a toros kisváros. Úristen, mi történik? Uff! Ne, de ezt hogy? Uff! Ahogy... Hát ez jó volt. Ó, itt ketten csinálnak egy dolgot. A sus. Kinga, valamelyiket kövessük? Bang. Kinga, ezt a piros kabátosat ezt itt tudod követni, ki most itt kijött? Mm-hmm. Én követem a feketét. Úgy elhallgattak. Mm. Kövess! Nyomon vagyunk! Jaj, de jók ezek amúgy, nagyon vicces. Koncentrálom, még mindenki ért, igaz? Csináljátok a feladatokat. Milyen hülye hangja van ennek, amúgy? Hihetetlen. De itt nagyon kellem koncentrálni, hogy ne legyen lebukós a dolog. Hova tűnt? Lehet, hogy... Hova tűnt? Lehet, hogy átváltoztatta a kinézetét, vagy elugrott, vagy elteleport? Tudnak el miért? Oly. Miért? Hát, hogyha az a task van benne. Aj, de tudtam, hogy te vagy azt a kalapos! Már megint minden! Figyelj! Én Bencével többet nem játszom! Azt az eget! Miért nem a másikat, érted? Annyira jól ki lett tervelve, hogy egyszerre kezdtük el Bence, a drága NPC-vel csinálni, mert hát kétszer csak nem adja be ugyanazt, hogy két másik, vagy hát kétszer csinálnak egy taskot. De amúgy szoktak egyszerre csinálni több taskot amúgy az NPC-k is. Na az nagyon ritka. Hát nem annyira ritka, például ott a padon is ketten üldögélnek. Na de vajon melyiken, ugye? Na ez a jó kérdés. Igaz-e? Oszbordozott? Vagy mi volt itt? Már mi van? Látom, hogy forognak össze-vissza a pályán. Jó, Istenem! Meg kéne nézni. Melye? Hey! Gaming Lord, Greenwich. Kire fogod rá a fegyvert, jó uram? Igen, nagyon jó hallani. Ártatlan igen, vagy sem, mondd meg! Amikor így recsen egyet a fegyver, így... Bejönne ez az indián, és lelőném őt. És különben az indián visszafogná rá a fegyvered. Igen, hogy... Na most akkor döntsük el! Na most akkor döntsük el itt, és most... Ő is kikapna valamit a katyájából. Ajajajajajaj! Ennyi vesződ. Igen. Jaj. Gyöngyi, te még élsz, igaz? Én igen. Mert?
Csak van valami itt a hordóknál nekik feladatok, ahol én a Dávidot lelőttem, azt, hogy meg kell neki szerintem csinálni. Én már azt megcsináltam, annyit segítek. De miért lehet, segítek? Aaaaaah! Jön vissza. Bence, nézd, ott sétál ki! Hú, ki lehet az? Recsent egyet a fegyver, imádom. Recsent. Előveszi, így megrecsen. Még mindig gyanús nekem, uram. Másodszorra megy oda és vesz megint medicine, nagyon, csak nem ő. Vagy hogy nagyon beteg lehet akkor. A Gyöngyi azért figyelj az időre is, mert sajnos kell csinálni a feladatokat, mert telik. Aha, telik. Na most hova mész? Nyomom vagy, Kinga, nyomom vagy? Szagot fogod, mint egy jó kutyussal. Igen, mi vagyunk most a bújók. Nagyon, szagot nem fogod. Nem csinálják a taszkukat, amúgy lehet, hogy az ember nekem itt, akit követtek, nagyon gyanús. Hát, én nem tudom. Vagy Kinga meg a követőjel. Lelőjen, Bence. Lőd. Az a baj, neked már csak egy golyod van, nem? Igen. Hány golyotok van akkor még? A Bencinek kettő. Tehát ők párban olyan sokan vannak. Ja. Jaj, nem meg fogják tudni csinálni. Ne! Jaj, szegény! Hát tudta jól, hogy nem ő lesz az mégis lelőse. Tudta jól. Hát Bence, csörben hagytalak, ne haragudj. Jaj, ahogy ez ilyenkor egy bátorságpróba, tudod, hogy kimeri megcsinálni azt a taszkot. Igen. Igen. Na. Jaj. De van sejtésetek egyáltalán? Nekem van egy sejtésem, igen. Nem volt még egy ilyen apácaszerűnek beöltözött nő is, de nem volt. De nem merem elmondani. Kíváncsi vagyok. Én is. De hogyha az az adott illető, akit... Jaj, de jó, Bence! Úristen! Hallod! Jaj, de le akartam lőni azt a zöldet! Amikor rám fogtad a fegyvert! Ezt a zöldet, hogyha ide jön... De itt mi történt? Most lelőttetek? Nem! Gyöngyi, nyertünk! Azt mondja, mi történt? Most lelőttetek? Gyöngyi, lelőttek? Hát de én csináltam a tárgyat. Én megcsináltam az utolsó, valamelyik őtök nem ment rá. Nem, melyik nem nyomott rá? Kinga, te voltál? Én rámentem. Akkor Gyöngyi, mind a kettőjüket lelőhettem volna, te aki zöld, hú, de ízé gyanúsan mozogtál. De én ezt most nem elfogadjuk, hogy nyertétek meg. Gyöngyi, mi nyertük meg? Gyöngyi! Most mit nem értesz? Volt egy utolsó feladat. Gyöngyi, Bandita, voltál? Igen. Igen. Na. Akkor te nyertél. Mi nyertünk? Én meg te? Nem tűnt fel? Gyöngyi, a fő feladatok, a sárga feladatok, azokat kell megcsinálni. Abból már csak egy volt a pályán, a postboardnál. De mellékfeladatokat csináltál. Én annyira hallott, Bence, amikor rám fogtad a fegyvert. Én azt hittem, hogy összeszarom magam. Gondolom, leízszadtál, igen. Nagyon is mondom, hát igen, kíváncsi vagyok, és így remektem, tudod, igen, kíváncsi vagyok. Csak engem jó. Tudod, mi a durva az, hogy Gergő még be is ment amúgy egy fodrászhoz, vagy igen. Nem is tudom, mi volt az, és beleült egy másik ember. Egy másik ember ölébe, hallod? Akkor is mondom, úristen, hogyha ezek most bejönnek. Az a baj, nekem Gyöngyi elterelt a figyelmemet, mert ő sütett ki a bárból, és őt vártam, hogy oda menjen a postportoz. Gyöngyi, a második kód. Hú, Gyöngyi, most ez nagyon nem megy. De most küldtetek egyet 18.31-kor, nem az a kód? De az, és itt vagyunk, bent szól a kód, jó. Jaj, de jó. Az elsőnek rosszul írtam. Vegyem fel az új betet. Állítani a szobába a dolgokat? Ja. Mi a? Ne indítsátok el, igen. Az új bet az kutya. Hát az... De mert hogy most a Kinga van ott amúgy. Be tudod akkor Dávid állítani? Nem, mert nem én vagyok ott. Akkor átmész egy kicsit és Kinga meg átjön ide, hogy... Biztos, hogy nem. Menj át te. Most akkor senki nem? Vagy most mi? Gyöngyileg most akkor neked kell átmenni. Én legyek megint a serif? Nem, csak amíg megcsináljuk. De bakker! Hát nem serif voltam. Várjál, mert kiléptem. Mit csináltok amúgy? Állítsam, srácok nem, mert most mi van? Most én hova menjek? Menjetek, hogy most Bence van. Bence a líder. Jó. Oké, okay, na szóval. Hú, ezért ez. Nézzük, miket szoktatok átejteni, most csak ilyet először. Hogy két lövése legyen a serifnye. Serifnye? 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 Két lövése legyen a serifnye? A serifnye? Igen. És hova tűnt a csirkém?
Mi is volt még, Hercsé. Hogy a legközelebbi postaládába igen. dobja az üzit. Meg most már menjünk más mapra. Meg jó. Más map van már benne, mert Mexikó. Mexikó! Mexikó, te... Na hát most akkor ez lesz. Meg van benne. És az időt, ja, azt nem kell? Mailbox delay, meg ilyesmi. Maradhat az alap, nem? Igen, akkor csak is. Ez a kettő beállítás, a golyók száma, meg a mailbox, hogy a legközelebb legyen, ugye? Jó ez így, na! Aj. Jó, és akkor Mexico City. Igen. Nem megy most ez a játék nekem sajnos. Min? Hát Bence mind a kétszer kiírt, ott téged. Igen, ez egyszerűen nem hiszem el, tehát hogy csaló Bence fajtája. Amúgy nem kicsit tetten lábadon. Gyergő, nézd! Róka! Rókád van, beszabehú! Róka bizony. Na most, az hú, összes taszk. Hú, de jó szól. Hú, de sok taszk van. Melyik legyek, srácok? A három közül. Mi? Én szerintem ezt fogom választani. Ez nagyon tetszett az előbb is. De most... Hogyan kell alkalmazni a képességeinket amúgy? Menjen másik mailbox. Shift-el, Bence. Shift-el, igen. Kivel vagyok, bocsánat, kivel vagyok? Dáviddal. Jó. Velem vagy, igen. Én vagy, velem vagy. Kinyitod? Ezt nem szeretem ezt a mapot, mert ez nagy. Hát is aztán. Na, én azt hittem, ez ugyanaz, mint az előző. Az király, Gyöngy, az király. Az a baj, hogy mire kinyitnék egy postaládát. De te most amúgy nem serif tudom, vagy. Tudom, de hogy én azért nem szeretek sokszor serif lenni, mert mire odaérek, mert ugye... Te vagy az. Tök más hogy mi fogok rókád. Jaj. Most már más... Akkor az egyik őjük itt van, a másik kójuk ott. Na ez az. Ja. Gyakő! Ki nyitom, kéne nyitni? Megyek, te menj a másik oldalra, Dávid. Jó. Ott van hátra. Csináljátok olyan taszkot is, amit tudjátok. Ami? Mi? Ami? Ami egy fehér. Levél? Aj! Kinyitod, Gergő? Jó, fiam. Hát megyek, csak olyan gyökkettővel megy. Jajjajjajjajj. És még ezt egy... Ezt nem hiszem el. Igen. Úristen, milyen gyorsan csinálják ezeket a kis küldetéseket. 41-kor... Aj, Gyöngy, hogy találtak meg téged? Hát elfutott! Jézusom, Gyöngy! Elfutott elő, hogy jöjj meg! Lehet, hogyha... Jöjj meg! Hogyha nem lát. Hát igen. Ez... Akkor Gyöngy csinálta itt a kis küldetéseket? Hát akkor srácok, most csendben fog külni. Nem, hát nem, mert... oda kell figyelned, segíteni igen. A többieknek meghalni. Egész összezavarhatod a Dávidékat is fals infókkal. Hát én Gyöngy a dezinformátor alapból. Kösz szépen. Biztos nem fogjuk tudni, hogy ő volt az. Hú, Gergő, valaki gyanús neked? Nem, csak megijesztettem. Azt mondta, hogy ez megint a pálya másik vége volt. Hú, most itt van egy nyitom. Gergő, nyitod? Nyitom. Az most ott van. De most átjöttél ide? Nem, itt mászkálok középen. Ez a hölgi nagyon gyanús. Igen, nekem hölgi. Is a... Megyek. Tarts szembe, Gergő, megyek, én majd nyitom. Te tarts szembe a hölgyit. Jó? Olyan más, akkor ez nem, a másik serif. Oldalon van. Két bandita, így azért már nehezebb a dolgunk. Jó, de nektek sokkal jobb. Irigyek vagyok. Most nem tartottad szembe a hölgyit? De a hölgyi az itt zigizett egyet. Isten áldja meg. Igen. Még egy, hölgyi. Érted? Eljövök és már két... Nem csinált meg egy küldetést. Azt jó, hol nem csinálta meg? Most miért tűnt el a mapról? Nem tudom, eltűnik hamar. És ideig látszik csak, igen. De ez régebben hozott? Régebbig. Jó, akkor ide vissza kell jönnék az ammunitionbe. Tőri. Én akkor ide beülök, hölgi. Aki bejön, lelöv. Sokkal nehezebb szerintem banditának lenni, vagy nem tudom, stresszesebb. Mind a kettő nagyon nehéz szerintem. Stresszes. Stresszelve érzem magam most pillanatban. Én jobb szeretek bandita lenni valamiért. Hát én nem tudom melyik a jobb. Szerintem semmelyik se jó. Lol? Lol? Gergő, mik ezek a dolgok, amiket... a postaládát? Nem, mert nem nálam van. Nincs is postaláda, miről beszélsz. Ilyen üvegek, meg könyv, meg ilyenek, ez mire jó? Azt még mi sem tudjuk, Gyöngyi. Ja, jó. Azt mondja, hello, hello! De egyébként az NPC-k nem tudnak futni? Nem. Nem. Az elején választott ilyen különleges képességnek. Uh-huh. Szóval az lebukós. Itt alszik egy indián. És akkor meg kell... Hát azt mondtátok. Na, Gyöngyi, ez egyértelmű volt szerintem. Dehogy egyértelmű. Dehogy nem. Mi volt?
Nem jó. Nem csináltok valami küldetést? Vagy mi lesz? Mit fognak, de jó. Fú, de idegesít, hogy megáll az NPC és néz engem. Nem én voltam. Dávid, ha most jön egy posta, ott, ahol, hogy ez az ammunition, akkor ez repül a feje. Hallod, rajta tartom, az aimbot az rajta van. Nem jön levél, Gergő. Az Isten áldja meg. Azért lelövöm. nem jövöm le. És akkor ilyen plusz másodpercek azért vannak, hogyha egy-egy feladat elkészül, vagy ez hogy van? Az Isten áldja meg, hát itt ment ki előttem, ott voltam végig. Szerencsétlen. Miért sok vagytok mind? De Dávid, ő ment itt ki. Én elhiszem neked, fiam. Van másik ammunition? Na, én ezzel nem vagyok tisztában. Én ezt nem hiszem el. De van másik ammunition? Van, hát. Úgy örültem neki, akkor megláttam, hogy csak tudtam csinálni. Ja, hát én most mindjárt elhányom magam. Annyira egyértelmű volt. Kiment 30 másodperc, Dávid mondja, ammunition egyértelmű. És öcsém, a map másik oldalán van még egy. Uh-huh. Én azt hiszem láttam amúgy őt. Nem mit csinált? Kinyitod postaládát? Hát nincsen postaláda. De ilyen. Van, itt mögöttem, csak nem akarom szem elől tartani. Ó, bakker, tényleg. Léci, menj már, mert szerintem akkor ez az. Itt sétálok Léci mellette, mintha minden rendben lenne. Szerintem, szia. Egyszer csak fogom ezt, ebbe a fejedbe. Na. Mindjárt odaérek, Gergő, hogy félre. Úristen, Dávid! Mi az bénák, Isten? Jó bénák vagytok amúgy, nem azt resting mondom. Resting medicine. Ez nem az volt. Azért vagy itt, hogy kicsit itt triggerelt őket. Igen, nagyon bénák vagytok. Ezt is szelövöldöztök. Tauntól, a Gyöngyi ezt tud. Tauntól titeket. Én a helyetekben nem játszanék. Unfinished resting. Látjátok, erről beszélek. Legyen már csendbe. A resting az hol van? Az hol? Nagyon sok helyen van. Igen. Ez a probléma. Ah, én szerintem egyszer láttam amúgy ezt a ravazdit. Most amúgy ezt a kérdést még is tetted fel? Medicine-t azt hol tudsz szerezni? Kedik a kérdések? Aj! A játék úgy érzem, tudom, hogy mire irányul. A medicine az... Én rájöttem ám, hogy mit akarsz te. Most te miről beszélsz, Gyöngyi? Én sem értem. Persze. Csak két missionjük van, Dávid. Az egyik a resting, a másik meg a medicine. Melyik... Már lehet, hogy az ékét közben meg is csinálták. Nem tudom, hol lehet a gyógyszert szedni. Itt volt... Itt lehet restingelni. Ajaj. Nem, Dávid! Nem hiszem el, de hát ő volt, meg egy csávó, biztos, hogy az egyik egy csávó lesz. Kösz, Dávid, kösz. Egy ilyen sárga, nem is tudom már, hogy nézett ki, mert elfutott előlem biztos. Biztos, hogy nem nő. Yes! Ez a... Na. Nem. Ott volt. Jó volt. Ott volt. Barna kalapam. Nem, az nem, egyik, ott meg már láttam az egyiket. Én vagyok a koporsóban, csak elfutott. Te vagy a koporsóban, igen. Replay. Én már rámentem. Jobban, örülünk neki. Oké, akkor most még egy másik pálya. Valaki akar más lenni? Én lennék más. Én más lenni, nem tudom, akar valaki cserélni. Köszi. Kingával lesz. Hogy ne Kingon, ne legyen sheriff, azt fújj! De én az elmúlt két körben is kettő innocentet. Jó, akkor legyen King a sheriff. De ne a Fortress-re menjünk, azt nem lehetek én is most sheriff? Legyen a Fortress, akkor a Town vagy a Mexico City. És akkor várjál, én meg átmegyek. Várjál, így, és akkor figyelni kell. És akkor a csajok, jó, oké. De hát ez így nekünk nehezebb lesz, hát Gyöngyi még új, meg én se vagyok most formában. Dehogy is, Gyöngyi nagyon ügyes. Én se vagyok formában, úgyhogy gyakorlatilag 2v2, szóval. Nem azt mondtam, hogy Gyöngyi nem ügyes, hanem hogy még most játsz először. Én viszont azt mondtam 2v2, mert én engem úgyis hamar elkaptok. De? Ne legyen inkább 3 sheriff és 2 pábló. Nem, megoldjuk. Hát jó, egy ingyen győzelem. Erős nő. Ne ezt mantrázd be, Kinga, mit ne? Ti mit szerettek amúgy? Melyik vizét? Ja, még freestyle mit? Van. Hát melyik ilyen különleges képességet? Én futós vagyok. Ilyen bosszús, meg szomorú vagy ott ül bent. Az alakváltós sem lehet rossz, csak...
Hú, amúgy... Ki is kéne vannak mondjuk a teremből. Aha. Na, ez nem sikerült. Oké, végre kijutottam. Jó. Már bocsánat, csak követlek. A postaládát, Gyöngyi, ha kinyitod, ahol jött levél. Kinga, én most annyira halkan hallak, mint hogyha valami... De halkan beszél. Aha. Gyógyszert lopott! Gyógyszert? Na, lopottak kisra várti. Itt most az a küldetés, hogy minél, tehát hogy szerintetek hány másodperc alatt nyerjük meg ezt a játékot? Igen. Amúgy az a baj... Most ennyire magabiztosak vagytok? Én nagyon. Igen. 100%. Gyöngy, itt nézd meg, hogy ki jön ki. Gyöngy, azt nézd, hogy ki jön ki a másik ajtón. Gyöngy. Ah. De melyik ajtón? Ah. Melyik én ajtón? Én akartam nézni, hogy ki lopott gyógyszert. De akkor hát, már nem hölgyi. Hello, hello. De a girl-okkel flörtöl. Én szerintem, srácok, ne is csináljunk sima flörtokat. Csak védjük végig. Az a baj, hogy egy helyen voltunk, hogy fél óráig. Uha, hölgyi. Uha, hölgyi. Honnan van ennyi pénzöd? Loptad? Fishing. Az a baj, hogy Kinga túl hamar rájön minden turpisságra. Na most vele van Gyöngyi. És akkor húha a Gyöngyi. Á, halljátok, én sárga felett után sárga felettot csinálok. Nem is várok. Figyelj, ennyire Kinga. Jó vagy! Ennyire nagyon... Akkor már meg tudom nézni, melyik üzenet? Nem, mert most követek valakit. Hogy nem is de gondolnátok, hogy ez milyen nehéz. Mármint mi? Hát eljátszani. Ne! Uf. Az kellemetlen. Kellemetlen igazság az, hogy rosszat lőttetek le. Igen. És nézd meg! Igen, ez volt a másik együtt. Kinga azért kemény. De hogy Gyöngyi, én teljesen más. A Gyöngyi ő pont erre gondolt. Hát egyértelmű. Teljesen máshol voltunk. Amúgy mi volt az, mi elárult engem most? Nem tudom. Uff, Bence, ez a legnagyobb uff. Tényleg azt mondtad, hogy nem tudom. Voltam úgy. De én már innen bentről követtem. Szerintem azért, mert szombrélom volt, meg ilyesmi. Igen, igen. Nem, úgy vetted a levegőt, hogy nem kellett. De nem nyitottad ki a postaládát? Gyöngyi, azt nem nyitja ki, nem a postás. De én nyitottam ki az összeset, ezt fejezzétek be, mert ideges leszek. Mert ideges leszek. Hát de mint, hogy nem csináltam az semmit. Na, de mit csinálta? Jaj, de jó. Ideges leszek. Ó, Istenem. És akkor ki maradt még meg velem, Gergő? Én lehet forgászni. Ó. Én meg vagyunk. Ezt most jól nem mondtam, én meg vagyunk. Hát én ezt nem értem. Honnan kéne tudnom, hát... Most kockáztatok. Jújjújjúj, de kockáztatok. Úristen! Uram, jó szagú, úristen! Ó, oh, azt mondja! Hát ez, oh. Ez a kék szombrérós nagyon gyanús nekem itt amúgy. Kék szombrérós. Uh-huh. Neked milyen színű a szombréró, Dávid? Nekem lila. Most hogy elmondtad, milyen a színű a szombrérod? Igen. Lőjétek le az első lila szombrérósat. Van egy új üzenet, ki tudja nyitani, mit csinált? Mindjárt csak követek egy embert. Ki tudod nyitni? Mi gyerek? Meg kell tudnom, mit csinált. Meg kell tudnom, az egész jelenet. Jó van, akkor te is láttad. És lelőtte! Nem. Jaj, de jó! A szombrélósat! Ú, de jó, a kék szombréló repült! Azért, mert megetette a halat.
vagy mi a halat? Na, úristen, hallod? Én ezt nem bírom. Ez az? Én ezt nem bírom. Hallod, én ezt nem bírom, Gergő. Mondta, ez közel volt. Hallod, végig vert a víz engem, igen, hogy mikor vesztek észre, mert végig mellettetek mentük. Replay. Igen, ott... Kinga, meg akartam mérgezni a lovat, és láttam, hogy követtél valakit, Kinga, ott a lóhoz. Igen. És utána bement a kékruhás csaj a lóhoz, megmérgezte, vagy nem is... Azt hitted, hogy ő mérgezte, meg külött én voltam. Én most jöttem el onnan. Igen. Úristen. Nagyon izgi volt. Nagyon, igen. Na, ki lesz most velünk? Vagy akkor nem lesz több bandit? Megyek. Na, Kinga, most levadásszuk őket. És nem tesszük át Mexikóra? Nem, jó az a town. Lehet? Hú, és azt hittem, hogy lehet bükni. Bükni? Há, lehogy lebük. Hát, ne bükjünk le. Jó, Istenem. Hát itt az idő. Megint ez a pálya? Itt vagyunk. Én és a kutyusom. Szerintem rossz. Meg Kinga, akinek pisilnie kell. Igen, én és a kutyusom, meg a érzem, hogy ez egy jó kör lesz. Igen. Nem jelent, hogy ajtón kellett volna kijönni, Bence, elrontottad. Azért már most. Igen. Na már. Váljunk szét és nyomozzunk. Úgyis fel kéne menni valahova és megfigyelni, csak akkor nem tudunk levelet nyitni. Hát már ez a probléma, látjátok, látjátok? Egyik kötök nyomoz, másikótok nem. Csak megfigyel. Nem akarok most megint ilyen hamar. Jó. Meghalni. Bence, vigyázz, itt lőle Bence, mindig. Bence, ne! Jaj, ne! Bence, vedd le a fegyvered! Nem sok vagytok. Gyere, sok vagytok. Ki tudod nyitni? Oké. Nem bírom, nem bírom! Ez nem büntetendő dolog, hogy elment a fodrászhoz. Ja. Attól függ, mit csinált a fodrász? De érdemes azért. Emiatt megölni. Én megpróbálnám a helyetekben. Nem bírom, hallom, hogy megint fogja rá valakire a fegyvert. Igen. Mi? Aj, de jó, Kinga! De miért kell, szegény? Kinga, miért csinálod ezt? Nem beszélt most vele. Élet, de látod, hogy mikor van az idő? Nem ingyenes a játék, srácok. Gyöngyi, te csinálod a kis feladataidat? Nem. Ő a fehér feladatokat csinálja amúgy. Nem baj, ő mindig igen, leviszi nekünk a notary-t. Igen. Néha az a legjobb, hogyha ilyen izéket csinálsz, fehér feladatokat, mert az nem gyanús. Az nem gyanús. Az nem gyanús. Az nem gyanús, az nem gyanús. Kéne nyitni megint a levelet. Igen. Ó, Istenem, Istenem. Hogy lehettek mindig a nyomunkban? Te kis büdösek. 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 Ó, ezt láttam én. Mit? Kinga mindjárt lő egyet megint. Kinga, te vagy az? Már Bence is lőtt egyet. Hát ő volt az. Bence, hogyha ez megnyugtat, akkor biztos én voltam. Nagyon nagy a... Honnan hallottatok ezzel a, vagy erről a játékról? Bence ajánlotta. Igen. Mert annyira szar vagy, mi a baj, Gyöngyi? Nem. Csak ezt úgy mondtad, nem is mondtad, nem jó játék. Jó, kicsit? Ne dobjad ki. Jó játék. Aj, Bence, muszáj lőnöm még egyet. Igen? Benne van a vérében. De biztos, igen, hogy egyszerűen muszáj, hogy megölje. Valamiért mégis úgy érzem, hogy nem az. Mi? Lelőjem, Bence. Lőd, hogyha a szíved ezt titálja, Kinga, akkor lőd le. Bence, itt vagy és három küldetést is megcsinálna? Azért, mert én egy embert keresek, akivel majdnem biztos Bence, vagyok, és eltűnt. De Kinga, ezt most miért kellett? Nem bírja, ő nem bír a vérével. De tényleg? Semmi nagyon gyanús volt. Nagyon gyanús volt. Én is amúgy így éreztem. Érted? Hülye NPC-k hogy át tudnak verni? Igen.
Nem értem, Zilligye. Hova tűnt ez az egy. Olyan rossz, hogy ott marad a sheriff és ott szenved. Úgy utálom a hullája. A hullája? Hát de igen, mert ott áll. Kinga sheriff. Nem lehet, hogy jobbra az az indián az. Lőd le. Lelőtti annyi indiánt most, hogy... Kinga írtja őket. Kinga írtja az indiánokat. De mit, te eddig csak indiánokat lőttél le? Nem, de hogy. Nem, de hogy. Volt köztük indián is. Becsúszott. Becsúszott. Izgulok egy picikét. Őszintét meg... Aj, de régóta kerestelek téged, az egész városra. Bence, nem mondott komolyan! Hú, de jó, hogy megpillantottalak. De miért, ezt most hogy buktam le? Korábban még volt egy ilyen gyanús ügyed, és azt öngyöjtettem fel. Melyik gyanús ügyed? Azt hittem, hogy jó, na mindegy. Ő meg csak egy ártatlan volt. Bence, most csinált utolsó küldetés. Hallod, amúgy egybe lelőhettél volna minket. Én azt hittem, hogy Dávidot szúrtad ki, mert átment a... Én is azt hittem, hogy engem szúrtad. Replay. Végig ott mentél el mellettem. Bence, ráfogtad a fegyvert mind a kettőnkre. Igen, hallod, és akkor így az utolsó pillanatban így oldalra léptem, és lelőttem. És lelőttél engem, gondolom egy golyóba mind a kettőnket kinyírja. Kifejezetten Gergőt kerestem. Az Isten. Elvesztettem a nyomát egyszer. Na, Kinga, menj át nyugodtan. Mexikó? Akkor... Legyen ugyanaz, most nézzük meg azt, hogyha a férfi sheriffek... De nem Jézusom! Lehet, van, az nem fog menni. Férfi sheriff. Mi? Milyen? Kan sheriffek. Jaj, most így maradok? Nem, már Kinga kiment pisilni már 45-ször. Jaj. Most azt hiszem, hogy mit lehetne még állítani? Mailbox delay, az most már csak 5 másodperc. Hú, az mondjuk... Eddig is az volt, az nagyon durva amúgy. Igen. De hát ez kell, hogy balanszolt legyen a cumó. Így most úgy érzem, hogy megtaláltuk azt a mesdjét, amivel így tök balanszolt a játék. Még esetleg, hogy a sheriffeknek 2 lövés, vagy 3, az már sok. Szerintem az már sok. 2 az untig elég. Untig elég! Jaj, de jó. Most már én ezt egyedül. Igen, te lesz egyedül is. Amúgy egyszer majdnem megnyertem. Akkor Gergő, legyek veled? Jó, legyetek így. Én úgyis hamar meghalok, szóval mehetünk. Jaj, de jó. Biztos? Ne adjunk még magunknak valami előnyt? Most én vagyok az admin, Dávid, válaszd a futósat, berakd 60 másodpercet futhat. Ez elég előny, hogy velünk van a gyöngyös. Jaj, melyik város legyen? Town, Fortress vagy Mexikó? Mexikó, én ott még nem voltam bandit. Pince! Igen, itt volt Kinga mögöttem, srácok. Hát most meg Gergővel ugye ki kellett békülni a 10 éves utálkozás után, és most ugye váltott. Most Bence lesz az új Mónika show alany? Pince! Hát azért ezt a stream elejét azt megtoltátok most is. Lololololol. A régi szép idők emlékére. Jaj, de punktok ott. Igen, nagyon sokan vannak. Rá fogtam jönni az ajtón. Fiam, már valaki ráfogta a fegyver. Most kezd, engem lőj le. De te nem tudsz lelőni, vagy mi? Tudom. Micsoda, már táncol? Ott vannak. Táncolnak, meg bankot rabolnak. Hát ezt csinálják ezek. Legalább valami ki lenne írva ide a táblára, hogy merre kell lenni. Hát olyan sok ember nem jött ki a bankból egyébként. Hát ez az indián, ez kijött. Ezt nem akarja valaki követni ezt az indiánt? De, követem. De. Na, mennyi vagy, közelebb vagy. Megint a izét. Megnézem, hogy ki lehet itt még esetleg. Én indiánokat nem be. Az indiánt. Itt a táncos csaj. Most egy hárman vagytok, most hol a harmadik? Igen, nagyon nehéz, hallod? Én se látom a harmadikat. Nagyon gyanús. Tényleg hol a harmadik? Ott az egyik? Mi az Isten? Hey! Ja, annyira messze vannak, akkor jó. Vagy nem. Hol van a prison? Barbershop? Hol vannak most a...
Prisonerhez beszélt. Prisonerhez. De hol van a prison? Nem látom! Ott van, oké. Okay. Mi a fele? De hol? Ez hogy lehetséges? Na? Na, én ezt most lelövöm. Unfinished, aha. Áj! Haverom, uff. Hát ez kellett ez. Itt ez a jó madár! Kezeket fel! Mondd meg, ez most kellett ez neked? Kezeket fel! Ez az egészségednek! De ne, úristen! Nem ő volt az! De ő volt az, Bence, ő volt az! Rá kellett lőnöm! Sokat! Most várja, már valamelyikőtök már kettőt lőtt? Akkor hogy nem halt még meg? Mi csak egyet lőttem. Ja, hogy, oké. Írtjuk a népet. Cheatelnek. Törötő. Fire. Hányat tudtok még lőni? Nem tudom, nagyon fogják. De ez nem lövés. Jaj. Nem, az még nem lövés, hogy ráfogod a fegyvert. Csak Bence itt már ennyi embert megölt, nem? Vagy csak egyet? Még mindig csak egyet. Értem. Gergő, nagyon le vagyunk maradva sajnos. Dehogy is. Annyi időnk van, 8 jól perc. Jól egyébként, igen. Mi, 8 percetek van? Igen, sőt, 15. Azt az eget, Dávid. Azt a mindent is, megy följe, megy egyre följe. Azt a 45 perc. Jaj! Ez nagyon jó. 1000 perc. Ezer? Micsoda? 100 000! 100 millió perc! 100 millió perc, tehát nagyon sok! Jaj, de jó. György, visszak egy tényleg? Jézusom, miért van egy indián bezárva egy ketrecbe? Mindig indián van bezárva, Gyöngyi. Gyöngyi? Mindig indián van bezárva, Gyöngyi. Gyöngyi? Gyöngyi, mit csinálsz, Gyöngyi? Mit tudod, ez már álljatok már le. Jaj, Gyöngyi. Melyik etette a lovat? Hol a ló? Nem melyik is etette a lovat? Hol a ló? Ez a kérdés, hogy hol a ló? A ló? Nem is láttam a lovat. Jujj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 uj
Igen. Te vagy ez. Te vagy ez. De nem fejezte be amúgy a víznek a szennyezését. Mi? Itt nem fejeztük be. Nem. Unfinished quest, poisoning the well water. Ja. Unfinished quest. Quest. Tö-tö! Mit lehet itt csinálni? Tö-tö-tö-tö! Imádom ezt a zenét, ami ezt szól ennek a játéknak. De hol a... Hol a... Most csinálta meg a... Ezt a questet itt, ahol a... Ahol megmérgezik a vizet. Aha. Melyik megmérgezi a vizet? Melyik mi? Igen, látom. Szerintem ez a sapkás. Aha, igen, a sapkás az. Gergő, menekülj! S már futok. Tudod, a sapkás. Menekülj! Fuss, Gergő! Jó, van! Vagy ez a sapkás, vagy a másik. Ugye kiderül. Majd nem láttam. Pedig előttem volt. Miért megy fel? Hova bújt? Hát ez elég nyers. Mit kapott? Dirdur csicsa. Mekkorát csattant a homlokán, igaz? Ki volt akkor még élsz? Bomb. Én még élek, Gergő. Mármint nem, hanem aki most megint lőtt egyet. Nem, az most már meghalt. Nem halt. Ja, de. Meghalt. De. Megbizony. De nem tudja megmérgezni a vizet. Mert? Nem tudom, mert jobba hagyta. De a... Nem lehet, hogy át akar verni? Azon nem gondolkoztál még?
Azért nem mondom, izgulok. Én is. Kicsit. Oda kéne menni az unfinished dologra. 10 000 másodperc. Igen, planting a bomb, de az hol van? Honnan tudjátok, hogy melyik az unfinished-es? Hát a környező postaládánál, nem? Nem, mutatta a térgép. Ó, Bakker több ló is van, a fene elje meg. Hát erről nem volt szó. Van egy ilyen öreg fazon, aki nekem nagyon nem szimpatikus. Akkor meg kell halnia, vagy mi? Szerintem, baromira nem. Nem tudom, több is van, csak más színű kalapja van, és van egy ilyen öreg, aki a kutat csinálta. Valamelyik jöttek egy öreg. Kérem magamnak. Igen, öregem vagyok nálad, de... Jó nyomon járok, hogy öreg valamelyik jöttök? Nem. Nem. Mindegyikünk fiatal, mint a ma született bárány. Vagy hogy tartja a mondás? Ez fájhatott. Már csak egy? Vagy még mindig van lövésetek? Nem kettő, tudom, hogy nem lőnek ennyit. De hát fél percünk van, szóval igazából. Honnan tudod te, hogy mennyi másodpercetek? Jézusom, hol volt a bombás? Ez az. Úristen, Bence, jöttél felém! Így jöttél felém! Úristen, mondom, most le fog lőni! Majd sapkás volt! Azt az eget! Azt a mindenit, nem tudom, hogy kilőtte itt le replay. A karaktert itt a hordóknál, de hallod, elfutottam onnan. Nagyon azt fél, az eget! És Bence így jött felém! Mondom, úristen, most rám fogja fogni. Már itt csapni. Sajnos. Rám csaptad volna, nem, Bence. Én ilyen tipik mexikói kinézetű voltam, meg volt egyszer, amikor követtétek Gergőt, és mondta, hogy fuss Gergő, fuss, akkor tényleg követtétek Gergőt. Hát na. Ijesztő volt. Na, mi legyen? Még egyet Mexikó, vagy Fortress, vagy Town. Ahogy szeretnéd. De ne indöntsem, má-e. Na most akkor, hogy legyen a csapat felállás? Legyen a város. Város az eget. Akkor most... Kedvencem. Három bandita lesz, de valaki jöjjön már át. A városban azért nehéz dolga van a... Gergő, pattanját. Jaj, is, de ne te kicskó kucskó. Jaj. Na. Gergő pattanjon át, és akkor... De gyöngyít, most kiléptél? Végletlenül. Úristen. Szegény, jó akkú, de... Vegyen fel a... Olyan jó hangok vannak, amikor így... Oda megy a... Hát nem jó, hát hiszem el. Gyöngyi. A 8-assal kezdődő az invalid. Az utolsó kód Kinga, másodmárkja a kódot, please. Itt van Kinga? De én a játékban vagyok. Na jó, csinálni kell egy újat, gondolom. Igen. Miért én másoljuk ki a kódot? Csinálom. Most nincs képzel, csinálod, mert Gergő. A kódot beírtam, és nem volt jó, szóval csináltam. Hú, hallod? Az durva volt. A town, mi? És akkor mi szokott lenni? Két lövés a sheriffeknek, a mailbox delay 5, és a nearest mailbox, igaz? Igen. Jaj, Bence, hallod, legyen... pont akkor gyomtam rá, mondom, hogy lett hangosabb. És igen, akkor gyere hát te is, Gergő, Kinga, te meg menj a túloldalra. De csak már azért megint miért akarjátok ezt? Meg te is, Bence. Te is sheriff leszel most, nem? Persze, és akkor ellenünk. Mi? Hát az előbb is így volt. Igen, előbb is így volt. Na, aki az Ajda, az a startra. Az Ajda, az a start. Én vagyok a kapitány. Ja, mindenkinek az. Srácok, minden nap volt videó, valaki írja, hogy 23-án nem volt, de volt. Minden nap. Három különböző állatfajtával. Micsoda? Állatfajtával. De igen, én most Border Collie-val megyek, szóval igazából Bence az egy kutya. Szóval... Az a róka is nagyon szép. Az nagyon szép, csak kétféle állatfajta. És jó combja is van. Tombos egy annyira róka. Rossz, én nyomnám a shiftet, hogy na futás. Én is. Na nézzük már a... Én is. Te vagy az. Fejezd ezt be? Vagy te vagy az? Na ide figyelj. Én itt állok. Itt a város serifje én vagyok, mint a Valorantban. Amúgy nagyon kéne valózni. Gergő! Na! Feküdt valahol az így Pihengetett. Hát rápihent a kezdetekre, rápihent. Na, az én maradok ezen az oldalon. Gergő, tiéd a középső. Mi? A középső oldal az enyém? Pedig ott a pályaudvar, a középső része. Itt egy kis viszki, ezt meg fel szadom. Viszkesz? Okay, nyugodtan, mi? Nyugodtan, szabad a préda.
Nektek mi veled? Van egy érzés, hogy ez gyorsan meg lesz. Igen. Na. Le tudlak lőni, Bence? Ő lesz az. Amúgy tényleg le lehet egymásnak? Új, de aranyos hangja van. Amúgy nem csináltak küldetéseket? Vagy mi? Nem. Amúgy esetleg hagynátok minket érvényesülni. Tudj, hogy ő. Köszönöm. Ne gyere ide. Wow, Kinga! Gyorsan megfejtettük ezt az ügyet. Ez hogy? Kinga, hogy buktál le? Ez most hogy? Hát csak mentem simán. Mi? Ez volt a gond. Hát az volt, hogy itt nem a lépcsőt használta a lejutáshoz, hanem így leugrott a célbérletberonnal. Hogy buktál le? Hát csak lesétáltam. Mikor volt az amúgy is, hogy 1-10 másodpercre már rajta tartottam a szememet, mert nemrég cigizett, és éreztem rajta. Még a szagát. És most akkor egyedül maradtam? Yes. Hát ezek szerint igen. Hát ez mindegy, már úgyis nőnőnek farkasa, szóval... Mondhatjuk úgyis, hogy magányos farkas lettél. De hát akkor vessünk véget szemben. Nem, nem igaz, hát én egyszer majdnem megnyertem, nagyon izgalmas. Igen, meg tudod csinálni, Gyöngyi. Jó, persze. Megijedtél, mi? De feladhatod magra a rendőrségnek. Hát de nem jó volt ez. Vagy kiírtjuk ezt az egész várost. Amúgy igazán. Ott is van. De amúgy egyszerű volt, mert elkezdtem magam körül forogni, és erre van bizonyíték is. De hát és akkor miért csináltad ezt? Azért, mert szerintem tök felesleges lett volna. Szerintem még nagyon jó volt, múltkor rohadt jó volt. Tudod, milyen izgalmas volt? Szerintem csinált, mert elkezdik magam körül. Nem mert már egyedül menni, nem mert. Aj, miért a sötétben? Amúgy a replay-ne nyomja, nem igaz. De mennyit játszunk még? Úristen! Jó, oké. Okay. Na elnézést, hogy vagyunk. Reméljük, hogy tetszett nektek. Gyá. Sziasztok! El vagyunk nyomva. Gyá. Én pedig még játszanék, de hát... Nem volt sikerem, hogy nyomja vele. Hát legyen az utolsó egyébként. Én? Hát de ez ilyen rövid kör volt. Ez nem volt hát kör. Hát ti akartátok így, nem? Hát nem tudom. Mi? Igen, még belefér egyébként, ha akarunk menni. Én nekem is belefér. Nekem nagyon sok fér bele. Én sajnos már kiléptem. Hát akkor elindítod gyorsba. Ekkora izé vagy, te gyöngyök. Hát köszönöm szépen, srácok, lányok, akkor ez ennyi van. Ali! Ja, tényleg? Mi? Hát akkor ez... Nem, csak ennyit utánoztam. Hát akkor ez sajnos ennyi volt, igen. Jó, ez... Hát én is kiléptem. Anya, hogy hagyjuk már nyerni, na. De most akkor kiléptetek? Nem! Akkor kiléptem újra. Csinálom a kódot. Jaj, mert a szob... Fú... Mi van a mai nap? Nem tudom. Györgyike. Fúj a szél, nagyon is fúj a szél, ez a baj! A rohadt szél! Az a... Fúj az a szél! Azzal van itt a... Na, de képes a kváhó, miközben sütött a nap. Nagyon durva fúj a szél. Mentem a kocsival, sütött a nap, 9 fok is, és zuhogott a hó. Kicsit érdekes volt. Tehát emiatt rossz kedvű Gyöngyi, na. Így van. Rígy időjárás. Érzékeny vagyok. Arra te mindenre. Meg amúgy, tudjátok ilyenkor mi a bajom, hogy miért vagyok hisztis. Mert éhes miért? Vagyok. Ja, hát az mindig. Ja, mondjuk mindig hát hisztis is vagy, szóval végül... Hát látom. Végül... Az élet körforgása, hogy nincs vége a kör. Esett a jég, nem a hó. Nálunk a hav esett, hála az égnek. Na szóljatok, ha benn van mindenki, ezt akkor hú, ha. Az akkód, arra az akkód? Az irigyéda. Az egy másik kód, egy másik játék, az is kedves. Kedves. Hogy többen írják a cset, hogy náluk is esett van, ahol az, nem tudom képzelni. Már nem... Én most így nem tudom, de figyeltem, és így végig ment a hó. Igen, kezdődött nálunk, írtuk. Aztán nem ment patchre. Hát most már mindjárt én is kinézek. Na. Mehet. Na, egy ember így. Még el kéne jöjjön, nem? Két imposztor az elején. Nem, te azt mondtad, hogy ilyen nagyon izé vagy, menő vagy, szóval le kell hozzon. Ezt mondtam, hogy nagyon menő. Gyerünk. Na gyerünk, ha nagyon menő vagy. Na toljuk. Gyere, toljuk akkor. Hát nem, én nem voltam magamra. Gyere, neked is levadászol meg. Én Sheriff is most kibáltottam. Én Sheriff akartam lenni. És akkor miért nem mentél át Sheriffnek, szerelmem? Lassú volt. Most hárman vagyunk. Igen, ez így nagyon nem balanszolt, de jaj, nem mutatom ki. De azt mondta Bence, hogy ő nagyon menő. Én nagyon menő vagyok, úgyhogy most meg kell oldanunk ezt az ügyet. Kár, hogy én nem tudok shiftelni. Shiftelni? De alapból gyorsabban sétálsz, mint a civilek. Most itt mindenki megállt körülöttem? Ez mi volt? Lehet, hogy mindenki megállt körülöttem. Akkor mindenki az.
ez gyanús. Mármint, hogy itt oda. Holgi! Hi-hölgyi! Hi-há! Jéhá! Jéhá! Na. Basszus. Szétszóródtak az üzenetek most össze-vissza. Ó, tehát minden taszkot megcsinálnak. Van közben Bence is amúgy. Mint sheriff. Mi? Van az nem lesz, Bence. Akkor én meghalok. Igen. Jézusom, hát mennyire készen vagytok mindenetekkel. Igen. Mi ez? Mit csináltok? Mindenki csak taszkol? Csak taszkolunk alatt. Én ezt nem értem. Tiszki-taszki-taszkanat. Mi van? Minden megcsináltok, mindjárt vége van a gémnek. Igen. Jézusom. Úristen, nagyon durva turbo üzemmód van. Igen. De amúgy nem kaptak levelet? Vagy mi történt? Nem nyitják ki a postalálat. Nem tudom felfogni, hogy most éppen ki melyik hol. Jó, ez kis map ugye aztán itt. Én amúgy ahonnan indultam, ott megcsináltam az összeset. Nem tudok elmenni. Úristen. Öt egyszerre? Hát igen. De mi hát ezért három darab bandit. Jövök ide. Jövök! Nem is tudom, elolvasni. Nem értem. Nem értem, Bence, jaj, de én nem értem. Nem tudom, túl sok. Úristen, mindjárt 100 000 másodpercünk lesz. Igen, végtelen. Mi az, hogy ide jöttünk a területedre? Ez Bencének mondtam. Minket nem tök hát ezt szerintem hamar meg fogják csinálni. Amúgy nem tudom, mi történik, de nagyon durva. Igen. Most én ilyen full lazába tolom. Hát végül is ott mi van akkor? Hát csak kettő maradt nekik. Hát már mindjárt vége van. Hát akkor figyelj, és le is léptem. Azt így kell lövöltözni. Amúgy tényleg pár másodpercetek van. Azt az eget! Az rekord volt! Ez szerintem ez egy speedrun volt. Igen. Ez most egy speedrun volt. Az komoly volt. Elintéztük az összes sorgit. Na jó, nekünk viszont menni kell, tudjátok. Nem kell amúgy. Mi? Oh, well, old cowboy! Nem mondva. Hát akkor robbanhat a kompi. Ennek örömére. Na, én nekem egy pillanat, aztán majd, hogyha még csináljátok, akkor mindjárt jövök vissza. Hát de akkor megyünk, hát akkor megyünk. Hát akkor megyünk, igen, akkor megyünk. Na jól van akkor, srácok. Jaj, legközelebb. Hát akkor majd legközelebb folytatjuk, igen. Igen. Na jó van, köszi szépen. Hello. Szerbusztok. Sziasztok. Pali. Na srácok, köszi szépen, hogy itt voltatok ma is velünk, remélem jól éreztétek magatokat, tudjátok, hogy ha igen, akkor tudtok egy lájkot veretni, ha nem nyugodtan egy diszlájkot, ezzel ezvém. Találkozunk. Homályos a hang, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és hát tudti zsúz legyen veletek. Sziasztok! I see a little demon trying to make some plans.